műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. Presser Gábor ma esti vendégünk, aki Kossuth díjas, Erkel Ferenc díjas, Prima Primissima díjas, Pro Urbe díjas érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa. Ha közel távol ő lett volna az egyetlen magyar zenész, a szerzeményeivel akkor is megtöltött volna több korszakot is. Kimondhatatlan mennyiségű és kimagasló minőségű az eddigi életmű, és hol van még ugye a vége? Presser 1967-től kezdve az Omega első saját dalainak zenéjét írta, 68-tól ő lett három Omega album első számú zeneszerzője. Legismertebb dalai ebből az időszakból Trombitás Frédi, Ha én szél lehetnék, Petróleum lámpa, 10.000 lépés az 1958-as Boogie Woogie klubban és a Régi csibészek. Presser a könnyű slágereknél persze többre vágyott, ezért 71-ben Fran Reisz Károly basszusgitáros és Barta Tamás szólógitáros hívására Laux József dobossal kilépett az Omegából és megalakította a Lokomotív GT-t. Ettől kezdve a hazai zeneélet kultszereplője lett. Az LGT dalainak nagy részét ő írta, egyedül és társszerzőként egyaránt. Legismertebb szerzeményei ebből a korszakból Ringasd el magad, Kékasszony, Egy elfelejtett szó, A kicsi, A nagy, Az Artúr és az Indián, A rádió, Jó barátok vagyunk, Box és A nem adom fel. Miközben zeneszerzői előadói karrierje felfelé ívelt, Presser a színházi életbe is bekapcsolódott. A Víg Színház 1973-ban mutatta be első musicaljét, Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényének zenés adaptációján. Ezt követően a Víg Színház több zenés darabjának is szerzője lett, 78 óta pedig a Víg Színház zenei vezetője. A 70-es évektől kezdve számtalan magyar előadónak írt dalokat és teljes albumokat, így Zalatnai Saroltának, Demjén Ferencnek, Kovács Katinak, Révés Sándornak, rendszeresen Zoránnak és Katona Klárinak. Miközben a magyar könnyűzenei élet javának ontotta az idő próbáját kiálló dalokat, Presser Gábor 88-ban újabb színházi produkcióval a Padlással jelentkezett, amely 27 éve kitartó sikere a Víg Színháznak. A 1994-ben jelent meg az első, ahogy a borítón olvasható, igazi Presser szólóalbum, a Csak dalok, amit 96-ban egy újabb szólólemez, a Kis történetek követett. Látod, az ott az ernyő alatt, az vagyok én. Az a végtelen eső esett nyár elején. És a belépők nem fogytak el, s aki veti egyet, az se jött el. De igazából egy szép napunk. Bár az LGT időközben hosszasan szünetelt, 97-ben mégis új albuma jelentkezett, a 424 mozdonyoperával. Következő albumuk, A fiúk a kocsmába mentek, 2002-ben készült el.
Szintén 2002-ben az Óbudai szigeten LGT fesztivál tartotta. 5 év szünet után, 2007. augusztus 7-én pedig a 15. Sziget Fesztivál nyitó zenekaraként lépett fel az LGT tomboló siker mellett. Presser ezt követően újabb 2 albumot készített, Angyalok és emberek, valamint a 12 címmel, de az évtizedek alatt meg annyi filmhez is zenét írt, valamint rendszeresen Zorán albumain is dolgozott. Apám hittem az otthon melegét, apám hittem az ünnep örömét, apám hittem az apja örökét, úgy hiszem, ez így volt szép. 2008. augusztusában Presser Gábor kezdeményezése nyomán indult útjára a Magyar Dal napja is. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halom meg, az ember soha el nem téved, rég lesz a bizonyos ég. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd eléptem én. 2009. január végén egy koncert címmel teltházas koncertet adott a budapesti Papp László Sportarénában, abból az alkalomból, hogy zenészi pályafutása akkor éppen 40 éve kezdődött. Sok százezres rajongótáborán kívül előadók tucatjai mondhatja neki azt, amit az Abba énekel, Thank you for the music, köszönet a zenéért. Presser Gábor ma esti vendégünk, aki itt folyamatosan öltözik, vetkőzik, hajtogatja magát. Zavarban voltál, mi, hogy itt elmondtam az életedet egy szuszra? Hát igen, hát tulajdonképpen, hogyha... Ha megkérhetlek, akkor ezt megkaphatom, mert akkor kész a nekrológom, legalább nagy részt. És még ha tudnád, hogy most csak fölmondtam, de közben zenék is fognak szólni annyira, tőled. Ugye kértél, hogy viselkedjek komolyan, és én annyira nem röhögtem el magam, mert már az Omegánál csak a gyöngyhajulányt hagytad ki. Szóval ne hagyatkozz ezekre az internetes szájtok. Jó, de hát, ha most mindent fel akartam volna sorolni, nem. Akkor itt ülnék napestig, és folyamatosan csak szembesütve hallgatnád az életművedet. De én mindig csak az Omegáról, nekem mindig a gyöngyhajulány jut eszembe egyedül, nem mint hogyha a többivel valami bajom lenne, csak mindig azt szokták mondani. Na mindegy, szóval köszönöm szépen. Hát jó, ezzel... ugyan nincs apropója mai találkozásunknak, legalábbis én nem tudok róla, valamikor karácsonykor kaptam tőled egy CD-t, és én azt félreértettem, én azt hittem, hogy akkor új lemezed jelent meg, de tulajdonképpen az csak kedvtelésből kiadtál egy CD-t valamilyen újság megbízásával vagy kérésére, ahol újraértelmeztél, illetve bizonyos dalokat, amiket te írtál, te is énekeltél el. Összesen ez ennyi volt. Igen. Tehát nincs különösebb apropója találkozásunknak, úgyhogy örömmel beszélgetek vele. De hogy vagy? Sokat dolgozol mostanában? Szóval mi van veled ez idő szerint? Szorgalmasan dolgozol, vagy pihengetsz, mert megengedheted magadnak? Most szorgalmasan dolgozom, mert hirtelen összecsúsztak a dolgok, és valami, ami engem rettenetesen érdekel. Ezelőtt egy olyan 2 hónappal fölhívott Eszenyi, és azt mondta, hogy Pici bácsi, mi műsorra tűzzük újra a Jó estét nyárt, és a Szász János rendezi. És így olyan váratlanul ért így, és azt mondta, hogy nem is örülsz. És mondtam, hogy jaj, dehogy nem. És tényleg nagyon örülök, és elkezdtünk a Szásszal dolgozni. Tegnap volt az olvasópróba, és nagyon, nagyon érdekes lesz, és nagyon-nagyon izgat. Mikor mutatja ez a le dolog. A Víg Színház? Ez a szezon utolsó napjaiban, június 13-14. Nagyon érdekes lesz. A felvezetésben szerintem én igen szerény keresztmetszetét adtam a te idáig tartó pályafutásodnak, amiről közben egyébként az jutott az eszembe, hogy nem jött még rá senki, és ezt kérdezem, hogy az LGT-t a
múltját, az LGT múltját értékén kezelje. Mit akarok ezzel mondani? Azt olvastam ugyanis valahol, hogy totálisan együtt van a zenekar archívuma, ami a 70-es évektől kezdődően főleg koncertfelvételeket tartalmaz, de ennek felhasználásával vártok, míg méltó ajánlat érkezik. Mire gondolsz? Hát ugye Michael Jackson halott, aki mondjuk megvette a Beatles teljes életművét, és akkor a szerzőjogait magához ragadta. Presser és az LGT életművével valaki fog kezdeni valamit így egyben? Tehát arra vártok? Egy kicsit illuzórikus, mert hát persze, hogy nincs meg minden, sőt, mi egy nagyon-nagyon rosszul dokumentáló zenekar voltunk mindig is, de nagyon sok minden megvan, részben ezek a mi tulajdonunkban vannak. Ami nincs a mi tulajdonunkban, az két nagy kiadónál van, a Hungarotonnál töltöttük el az életünk legnagyobb részét, és két lemezünk jelent meg a BMG-nél, vagy Sony BMG-nél, ha úgy tetszik. És még egy-két lemez, egy-két kiadónál, úgy különösebben nem szórtuk széjjel magunkat. Tehát létezik egy nagyon-nagyon komoly LGT archívum, amiben nagyon-nagyon sok érdekes, főleg élő koncertfelvétel van, de akár tárgyak is. És mi arra gondoltunk, hogy majd egyszer egy kiadó, ha még lesznek kiadók, vagy valami, ami a kiadók helyett van, vagy arra hasonlít, hogy majd egyszer ezt a dolgot egyben, hogy úgy mondjam, megveszi, vagy fölajánl. Amiért kérdeztem az imént itt, az csak azért van, mert érdekel, hogy téged mennyire foglalkoztat a saját múltad. Pontosabban mennyire érdekel az a korszak, amikor megszületett a magyar rockzene, jött a hippi korszak, és a fiatalok úgy beszéltek a szabadságról, ahogy egyébként előtte ez eszükbe sem jutott. Hát engem nagyon is érdekel ez a korszak, különösen azért, mert egy csomó dolgot szeretnék újra megtudni, mert részben vagy elfelejtettem, vagy nem pontosan tudtam akkor, amiben élek, hiszen nem láttunk mindent. Nem tudtunk pontosan mindent, hogy mi történik körülöttünk, mert akkor pont fordítva működött a nyilvánosság, akkor az volt a cél, hogy a nyilvánosság minél szűkebb résen keresztül adjon tájékoztatást. Most meg ugye az a cél, hogy még arról is tájékoztatnak, ami nem is történt meg. Viszont amikor akkor ott bennéltünk, akkor mi tulajdonképpen annyira azért nem voltunk szomorúak, hogy nem tudunk mindenről, mert nem érdekelt minket. Fiatalok voltunk, zenéltünk, nőtt a hajunk, és hogy valahogy azt éreztük, hogy nekünk most jó a magunk kis mikro életében, abban a klubban, vagy az, hogy kaptunk útlevelet, és tudtunk teljesíteni mondjuk három szerződésből egyet, de volt, hogy háromból kettőt, vagy három felkérésből. Úgyhogy érdekel engem ez a dolog, mert nagyon sok minden olyasmi történt, ami összefügg az én életemmel, és nem tudtam, hogy párhuzamosan ez velem, vagy az én életemmel megtörténik, és talán akkor egy kicsit másképp éltem volna meg. A Szent Háromság ugye a 70-es, 80-as években kétségkívül az Illés, az Omega és a Metro volt, de hogy ki milyen zenekart szeretett, az már ilyen világnézeti választásnak is számított akkoriban. Te tudtad akkoriban, hogy a rajongók szeretete, utálata igazából minek szól? Hát azt gondolom, hogy szóltak a frontembereknek, tehát szerették a Leventét, vagy talán a Brodyt még inkább, szerették az Oránt, azt hiszem a Dusánt is, szerették a Kóbort, gondolom az Elefántot is. Azt gondolom, hogy ez nagyon téged fontos nem? volt. Tehát te nem voltál frontember akkoriban? Hát én nem voltam frontember, egyáltalán nem, és én azt gondolom, hogy nem is tartoztam a frontember kvalitásúak közé. És én mindig el is voltam ott hátul, tulajdonképpen az, hogy én később így-úgy előrébb keveredtem, vagy például, hogy az LGT-ben már csak négyen voltunk, nem is volt olyan szóló énekes, az, hogy rám több énekes szerep jutott, mint amennyire eleinte gondoltam, az valahogy így alakult. De... Ez biztos, hogy így alakult valahogy? Tehát ezt megerősíthet, ha kétszer is végig gondolod, hogy te frontemberré lettél? Nem volt ez egy teljesen szükségszerű és teljesen, hogy mondjam, az előzményekből következő út?
Nem, az, hogy én szólólemezeket kezdtem csinálni 94-ben, már nem fiatalon, az nem jelentette feltétlenül azt, hogy nekem dalaim voltak. Általában a billentyűsök, nem frontemberek. Elton John, akit, nem vagyok Elton John rajongó, de megtanultam tisztelni az ő tudását. Ő azt mondja, hogy egy zongoristának meg kell dögleni a színpadon, mire a tizedét eléri azt, mint egy előálló gitáros. Hogy ezt ő azért csinálta azt a sok hókusz-pókuszt, meg fölugrott, meg nem tudom miket csinált, és meg hordott olyan ruhákat. Persze, hát az én koncertem az ma is úgy zajlik, hogy leülök egy zongora mögött, onnantól én nem megyek sehova. És mégis akkor mivel magyarázott, hogy te válsz a főszereplővé? Az, hogy a végén én énekeltem a legtöbbet az LGT-ben. Közben azt gondolom, hogy teljes egyensúly van. A James játssza a legtöbb szólót. Talán én konferálok, ez is számít abban, hogy ki a frontember. Én szoktam a legtöbbet beszélni a koncerten. Szeretsz beszélni? A koncertjeimben sokat beszélek, mert amikor én így a 94-ben elkezdődött a csakdalok, akkor egyszer azt hiszem kiejtettem a számon, hogy van rajta egy-két melankolikus dal, és volt egy-két újságíró, akinek ez nagyon megtetszett, és hát ugye azért úgy jó volt így leírni egy olyan szót, amit addig soha, és akkor ezt leírtam, és akkor úgy lett, hogy én vagyok már a melankolikus. És én meg szeretem, hogyha nevetnek, ráadásul én azt gondoltam, hogy én ilyen ironikus dolgokat rejtek el a dalokban. És aztán előbb-utóbb elkezdődött, hogy a koncerteken egy kicsit elmeséltem a dalokról, azt, hogy születtek, vagy mi a történetük. És tulajdonképpen a mai napig engem úgy skatujáznak, hogy én egy ilyen szomorkás, melankolikus paj vagyok, az én koncertjeimen nevetnek a legtöbbet. Igen. Még visszatérve a múltra, a közhelyek vagy előítéletek szerint a rock mágnese a lányok mellett a piát, illetve a drogokat is vonzotta. Az ember hajlamos azt képzelni, aztán nem tudom, hogy igazam van vagy sem, hogy a drogot minden zenész kipróbálja. Esetleg néha te is elringattad magad? Hogyha azt akarod megkérdezni, hogy szívtam-e füvet, ugyanúgy, mint nagyjából mindenki az én generációmból, akkor igen, tehát kipróbáltuk. Egyszerűen úgy voltunk ezzel, tehát benn voltunk abban a millióban, Angliában dolgoztunk, értünk, és akkor sodortak nekünk, és egyszerűen megkóstoltuk. Nem játszottam tőle. Semmilyen hatással nem volt rá? Tehát se jobban, se rosszabbul? Nem tudom. Én akkor már elolvastam, amit Paul McCartney mondott, és ő most már Lord, vagy Sir, vagy mindegy. Sir, és hogy ő neki mindig a zsebében van egy kis fű, és ezt mindig szól is a vámon. És azt is elolvastam, hogy most olvastam, hogy a fű az nem jó, mert valami bajt okoz, elfelejtettem, hogy vitatkoznak róla az orvosok. Igen, van, aki azt mondja, hogy bajt okoz, van, aki azt mondja, hogy hát igen, most már egy csomó, már az egészségre is. Hát igen, most már egy csomó államban, ugye ez legalizálva van. Én nem gondolom, hogy ebben én állást tudok foglalni, mert nem értek hozzá. De az hazugság lenne azt mondani, hogy nem próbáltam ki, mint ahogy nagyon sokan azt hazudják, hogy nem próbálták ki. Hát Istenem, én most nem hazudok. Az LGT igazából ugye később áll össze, előbb Barta Tamás diszidált 74-ben, aztán Laux 76-ban, és a lelépéseknek köszönhetően két lemezeteket is betiltották. 76-ban ráadásul, utóbb olvastam, még ekkor meg se születtem némi túlzással, Romániából is kitiltottak benneteket. Az ember azt hinné, ilyesmihez kitiltáshoz, betiltáshoz komoly ellenzéki tevékenység kell, de ez hogyan volt benne a szocializmus normál üzemmódjában? Tehát, hogy egyfelől így, másfelől meg úgy, egyfelől tűrt, másfelől pedig támogatott kategória volt, de hát létezhetett, mégpedig széles körben létezhetett az LGT. Igen, az, hogy támogatott volt, azt nem tudom, mert lehetett lemezünk, de azért nekünk kevesebb lemezünk volt. Hát hány évig voltunk mi olyan aktív zenekar? 72-től 85-ig. Tehát kevesebb lemezünk volt, mint jó néhány olyan zenekarnak, aki talán nem
hagyott akkora nyomot, de most ez nem is érdekes. Meg voltak, hát ilyen nagy mosolyszünetek voltak, amikor 2 évig, 3 évig nem lehetett lemezünk. Hát akkor azóta normális. De mi volt a baj veletek egyébként? A szövegek mögé láttak? Hát azzal nem. A szövegek mögé látás azért az egy olyan dolog volt, amit kispályán elintéztek. Tehát ott az volt, hogy a hanglemezgyárba be kellett adni. Nem volt ugye cenzúra hivatalosan, olyan ajtó nem volt, amire az lett volna ráírva, hogy itt lakik a cenzor, de hát voltak különböző ilyen hivatalok, és a hanglemezgyár maga cenzúrázta a szövegeket, tehát azt mondta, hogy ez mehet, ez nem mehet, ez mehet, ez nem mehet. Ebből még azért nem voltak olyan véres dolgok, mert amit nem lehetett, azt vagy átírtuk, vagy pláne, hogyha úgy éreztük, hogy ezt majd később fel tudjuk használni, akkor kiadtuk. Tehát, emlékszel olyan, amit átírtatok? Tehát, hogy miből hát mi lett? Hogy ne. Például... Hát ha nem adom fel, ami az egyik leghíresebb LGT dal, annak Amerika volt az eredeti szövege. De hogy szólt az? Amerika. Nem adom fel. Ja, hogy az Amerika volt? Igen. És közben már ugye nagyon-nagyon előre haladott állapotban volt a stúdiómunka, és akkor mondták, hogy na ezt nem. És az nagyon érdekes volt, ez a Dusánnak volt egy ilyen bedühödött reakciója, hogy másnapra megírta, hogy nem adom fel. Lehet, hogy egyébként ez a jobb szöveg a kettő közül. És egyébként nem, erről már többször volt szó, meg én is többször beszéltem ezzel, és nem arról szólt ez az Amerika történet, hogy ja Istenem, hogy szeretnénk mi most Amerikába menni. Ráadásul mi megjártuk Amerikát, meg is jártuk Amerikával. Úgyhogy nem volt Én nem éreztem ezt a szöveget. Ők a szótól már megijedtek. Uh-huh. Tehát ezek a dolgok itt dőltek el valahol, visszatérve a romániai kitiltásra, mi nem voltunk tulajdonképpen hősök, ez az egész egy olyan dolog volt, ami úgy zajlott le, hogy nem ismertük elhinni. Tehát ott olyan balhék voltak, hogy ott van az LGT, utcákat zártak le a sportcsarnokok körül, rendesen megverték az embereket, a rendőrök, bejött a Csoma Judit, aki akkor fiatal kezdőszínésznő volt. Most azt hiszem, hogy Temesváron voltunk, de lehet, hogy Kolozsváron. És bejött széttépett kabátba, meg az arcát megütve. És azt mondta, hogy az fáj a legjobban, hogy magyar rendőr vert. De miért volt ez a cirkusz? Mert nem bírt. Hát figyelj, ez a Ceausescu-nak a legnagyobb korszaka volt éppen, és hát nem tudom, féltek, néhány gyerek hozott magyar zászlót, ez nyilván kiverte a biztosítékot a rendfenntartóknál. Ilyen nacionalista felhangja volt. Igen, de nem volt. De nem volt, és mi nem mondtunk semmit, és nem is akartunk semmit mondani. Iszonyatosan abszurd volt. Ha már a külföldi karriert, vagy nyugati karriert említetted az imént, nem lehet utólag megítélni, hogy bizonyos remények mennyire voltak megalapozottak, és ezt azért mondom, mert hogy hol állt akkor a magyar rockzene a világ ranglistán, akkor is hol áll azóta. Erre Brody mondott egy jót, azt mondta, hogy szerinte a 60-as, 70-es években volt a hazai színvonal a legközelebb a nemzetközihez. Szerinted is? Nem tudom. Én azt gondolom, hogy voltak zenekarok, vagy voltak zenekaroknak egy-egy produkciói, volt olyan lemeze egy-egy zenekarnak, amely mondjuk a legközelebb állhatott, és ilyen meg ma is van, gondolom. Ma is van? Ma már nagyon nehéz így fölmérni. Azért is gondolom én ezt, hogy így nem lehet. Lehet egy érzés, amit mond a Brody, és maximálisan tiszteletben is tartanám. De mégiscsak azt gondolom, hogy hát nem is ismerjük. Tehát azt, amikor a zenedömping van ma a világban, ahhoz már nem tudjuk, hogy mihez hasonlítsunk, és hogy miért lehetne azt mondani valakire, hogy egy kicsit jobb, vagy egy kicsit gyengébb. Hát ezek annyira, tényleg, hát ezek csak érzelmek, zene. A zene az nem csak hiszem. Érzelem? Annál jobban nem lehet megmérni? Nem az a mércéje, hogy mennyi mindenkire hat? Tehát nem a mennyiség válik egyszer csak a minőség mércéjévé? De az érzelem. Ilyen értelemben az alapja feltétlenül. Hát persze érzelem. Minden benne van, hát hogyha most, ha azt veszük, hogy természetesen nem tudhatni valami az érzelmekre, hogyha nem kap olyan promóciós támogatást, amit nagyon profik csinálnak, nagyon sok pénzbe kerül. Tehát azok, akik a legzseniálisabbak akár, de csak a fióknak dolgoznak, ma már persze ez megoldható, mert mindenki föl tudja valamilyen módon rakni az internetet. De ott sem mindegy, hogy milyen reklámot kap valami.
Hát itt mindent a média dönt el. Ma, totális, de azért média akkor nem. Akkor nem szerintem a média, hiszen nem. Is, igen? Akkor is nagyon sokat számított, csak mi azt nem fogtuk föl. Aha. Minden olyan kérdést fölteszek, amit az évtizedek alatt nem tisztáztunk. Eszembe jut, hogy ha már a mennyiségről volt szó. Itt volt ugye 1980-ban a Loksi dupla album, ami azért emlékezetes, mert olyan, mintha egyetlen nap alatt szakadt volna ki ennyi tökéletes szerzemény a kezetek vagy a kezed alól. Szóval gondolj rám, ha eljönnek az angyalok, box, erőgép, sziszi-fuszi blues, embertelen dal, ha eljönnek az ördögök, mozi, mennyi csodálatos szerzemény. Mi történt akkor, amitől ezeket a tényleg zseniális dalokat képes voltál, vagy képesek voltatok, mert más is szerzett erre a lemezre jó néhány dalt, így kiönteni, hogy az a lemez gyakorlatilag maga a tökéletesség. Nagyon egyben voltunk. Nagyon egyben voltunk. Azt hiszem, hogy akkor nagyon-nagyon sokat számított ebben a dologban, hogy nagyon-nagyon sokat játszottunk, rengeteget turnéztunk, és nagyon-nagyon egybe voltunk. Tehát néha meghallgatok. De mit tett az, hogy egyben voltatok? Hát, hogy amikor egy zenekar egyben van, vagy szét van esve. Tudod? Tehát az, hogy nagyon, nagyon ment a játék, nagyon jók voltunk, nagyon-nagyon éreztük egymás gondolatait. Nagyon-nagyon sok mindent lehet kikövetkeztetni ezeket a régi felvételeket hallgatva. Nem feltétlenül azt, hogy jaj Istenem, helyesek meg fiatalok, vagy könnyesen kéne ezt hallgatni, hanem azt, hogy milyen formában van egy zenész az életének abban a periódusában, és azt gondolom, hogy az LGT akkor Kenterbe verte a többi LGT-t. És rettenetesen. Nagy a korábbit, meg a későbbit. A korábbit, a későbbit. Nagyjából akkor volt egy ilyen nagy csúcspont. A boom volt egy ilyen nagy csúcspontunk, azt hiszem, azt konkrétan 5 nap alatt vettük föl mindenestül, és a Loksi az nem tartott ilyen rövid ideig, sőt, hát annak megvan a legendája, hogy először nem is akarták engedni, hogy dupla lemez legyen, de már nem volt. Nem. Miért? Nem tudom már, egyszerűen ki volt akadva a hanglemezgyár, mert mi tovább dolgoztunk, a filmgyárban dolgoztunk, egy kicsit elzárva a hanglemezgyár figyelő szemei elől, és mi meg mentünk tovább, és vettük föl egymás után a dalokat, mert lettek, mert születtek, éjszaka dolgoztunk, és akkor egyszer csak túlszaladtunk azon, hogy ez egy lemez, hát aztán lehetett látni, hogy ez akkor már nem egy lemez, hanem 2 lemez. Uh-huh. És akkor, hát, hogy mondjam, meg kellett szerezzük a lemezgyár beleegyezését. De kétségkívül például az a korszak, például a 80 valamikor volt az a koncertsorozat, amit csináltunk az Omegával, meg a Beatrice-vel. Ott kegyetlenül jól játszottunk magunkhoz képest. Tehát de jó ezt hallani, hogy nem úgy. Kimered mondani. Vagy nem azt mondom, hogy a Rolling Stoneshoz képest, magunkhoz képest, az, amiket egy csomó dolgot konkrétan nem tudom, hogy tudtunk ilyen jól játszani. Te miért? A Rolling Stoneshoz képest nem értékelhető a teljesítményetek? Hát ezt én így nem tudom, én csak azért mondtam, hogy legyen egy ilyen kályha, hogy amihez képest. Hát biztos, hogy értékelhető, én nagyon-nagyon nagyra tartom őket, és azt gondolom, hogy minél öregebbek, annál jobbak. Na most a Beat és a rockzenekarok egy része nem egyszerűen fontosnak tartotta a szöveget, hanem úgy is gondolta, hogy a világról, a politikáról, a szükséges változásokról üzeneteket küld bele a világba. Aztán ki együgyű szövegek gyártására vagy készítésére volt képes, a többség azt hiszem ide tartozik, ki pedig zseniálisakra. Te mit gondoltál, miről kell szólni egy jó szövegnek? Ilyet nem tudok megválaszolni. Na de sok hát dalszövegét valami... te írtad. Ez ma már igen, azok arról szólnak, amiről, és azok csak dalszövegek. Én nem gondolom azt, hogy a dalszövegek azok a zene nélkül is fontosak, vagy élnek. Szoktak belőlük idézni, ez nagyon klassz, az ember megtisztelődik tőle, meg egyebek. De ennek most nem fog örülni Dusán, amit most mondtál, hát kiadta kötetben is a dalainak a szövegét. Hogy kiadja. Én tudom azt, hogy Dusán mit gondol erről, és nagyon-nagyon szeretem, amit ő ír és amit ő csinál, és én tudom, hogy ő azt gondolja erről, hogy oké, addig nyúztatok, akkor itt van, válogassatok. Valakik kiadták, kiválogatták, ismerem a Dusánt, hagyta, hogy meglegyen ez a kötet, nincs is benne még a felese vagy a negyedese az ő dalszövegeinek, mert ő is úgy gondolja, az a zene se ér sokat, hát most eldudolsz valamit, most jó lenne, hogy most akkor mondok direkt nem,
LGT-t, vagy nem a sajátomból. Ameddig nem az szól az alatt, hogy ne gondold, ó, ne, hogy ilyen, amíg nem az szól alatta, hanem oda írjál most egy másik szöveget, akkor az... Hát ez attól függ, hogy milyen példát hozol. Együtt. Tudod, ez szoktam mondani, az ember együtt. Mindig ahhoz talál példát, amit igazolni akar. Én számos olyan LGT presszer szerzeményt tudok csak dúdolni, ami egyébként önmagában is megáll helyét. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Dusán, mint szövegíró, nem óriási nyereségetek volt. Hát remélem, hogy nem azt akarod mondani. Igen, de a 80-as években azt is lehetett hallani, hogy te nagyon erőteljesen beleszólsz a szövegekbe, sőt, egyik-másikat, mint az előbb is utaltam rá, magad is írod, de mégsem tüntetted fel magad sokszor a lemezborítókon, mint szövegíró. Ennek mi volt a magyarázata? Az arányok az, hogyha én csak egy kicsit segítettem. Azt szerintem normális, hogy egy dalszövegírónak segít a zeneszerző, aki egyben a lemezt is csinálja, hogy amikor az éneklésre kerül a sor, akkor lehet, hogy ott egy picikét formálni kell, mert ugye ezek nem valamiféle kőbevésett versek, hanem ezek dalszövegek, és akkor ezt a dalszövegírók legnagyobb része azt gondolom, hogy jó néven veszi, vagy úgy gondolja, hogy ez a mi együttműködésünk. Arra rátérve, hogy szólóalbumokat mennyi mindenkinek írtál, ugye soroltam Zalatnainak csak 3 dalt, tudom, de Demién, Viki Dál, Katona Klári, Kern András, Révés Sándor, Komár László és persze a Zorán lemezek sokasága. Ebből csak az érdekel, hogy hogy tudott téged ennyi nagyon különböző ember inspirálni, vagy kevésbé ügyeltél arra, hogy kinek írod az adott szöveget, hanem azt gondoltad, hogy húzza ő magára azt, ami éppen abban a pillanatban belőled kikívánkozik. Egy felkérésre úgy kell dalt írni, hogy teljesen belebújsz a felkérő, vagyis hogy annak az előadónak a bőrébe. Őt hallgatod, te mindezeket ismerted, magadat. Ezeket az előadókat? Tehát annyira ismerted, hogy bele voltál képes bújni a bőrébe? Hát persze, hát hogy ne. Hát hogy ne. És közben gondoltál arra, hogy karrierek sokaságának nyitsz utat? Nem, mert azt, az elején azt nem tudod pontosan, engem az nagyon érdekelt például a Zoránnal való együttműködés, vagy a Zorán lebeszélése arról, hogy zenekari tag, vagy zenekarvezető legyen, hanem ő legyen szóló művész, és hogy neki csak kísérő zenészei legyenek. Engem ez az egész érdekelt, hogy milyen lesz ez az egész, hogy én láttam magam előtt, és azért próbáltam őt erre rábeszélni, és azt gondolom, hogy nem bántuk meg. Tehát ez egy... De miért törődsz te mások karrierével? Miért törődsz? Hát ha már dalt írok, akkor már azt akarom, hogy a dolog jól működjön. Ha nem tudom elképzelni... Jó neked önmagad interpretációt sokféleképpen látni, vagy hallani? Ez azt jelenti? Bocs, tehát, ezt nem érted. Hát, hogy önmagad interpretációja Zoránban, Katona Kláriban, nem tudom én, nem. Akinek Viki Dágyulában, akinek nem. Írtál Kern Andrásban. Nem. Én az ő hangján gondolkozom. Én próbáltam is elénekelni, nagyon sokat röhögtünk. Ez mit jelent? Hát se úgy nem tudtam énekelni, mint a Viki Dál, se úgy nem tudtam énekelni, mint a Lárika. Tehát, hogy próbál, de mégiscsak abban a hangnemben csináltam, ahol ő fog énekelni, hogy ő neki rögtön abban a pillanatban, amikor elkezdi velem dúdolni, már ott legyen, és egyszerűen azért, mert ez azt gondolom, hogy így működik. Na de akkor most arra válaszolj, légy szíves, hogy az viszont érdekes, hogy az esetek többségében második lemezt már ritkábban írtál az előadóknak. Miért? Hát, nem is tudom. Csalódás volt e mögött? Várjál csak. Hát az Oránnak sokat, Lárikának szintén. Lárikának 3-at vagy 4-et. Igen, de lemezeket. Igen, lemezeket. Hát az sok, az nagyon sok. A Révésznek talán egyet? A Révésznek vagy egyet, ugye? És azt sem egyedül írtam, csak mondjuk én voltam a fővezér. Igen, tehát hogy azért jó néhány esetben nem követte egy második, harmadik, vagy mint Zorán esetében egy életen át kitartó. Mm-hmm. Miért? Hát ez biztos, hogy lehet. Azt gondolom például a Révés Sanyi, akivel nagyon jó barátságban vagyok azóta is, ő egy eléggé, hogy mondjam,
ilyen lassan, sokáig tipródó, gondolkodó ember, és akkor ő valamit kitalált magának. Én tudom is, hogy mit, amikor azt követően, ő eleve nem érdekli olyan nagyon, hogy ő neki most évente jelenjen meg, mert szerintem még 5 évente se csinálna a Sándor lemezeket. Tudod? De ő egy nagyon-nagyon te magának való. Te nem te döntöttél, izlamos. Hanem ő döntött, hogy nem lesz folytatás ennek? Ő elkezdett csinálni évekkel később egy olyan lemezt, amiben én nem voltam. Ez a világon semmiben nem befolyásolta a mi barátságunkat. Nem ami sértődtél a meg ezért? De, hogy mert ez olyan, mintha az előzőről valami kritikát mondott volna, nem? Nem. Előfordult már veled, hogy menet közben nagyon elfáradtál, talán még azt is gondoltad, hogy kiégtél, vége ennyi volt, és hogy esetleg visszavonulsz? Szerettem volna egyelőtt mondjuk olyan 10 évvel, nem tudom mikor, azt kitaláltam, hogy én elmegyek ilyen 1-1.5 éves alkotói szabadságra. És akkor én csak úgy lézengek, vagy hogy csavargok a világban. És hát ezt soha nem tudtam igaziból megvalósítani. És de miért? Hát nem te vagy önmagad főnöke? Hát nem, mert amikor pont ezt akartam elmondani Zoránnak, amikor azt mondta Zorán, hogy Pici, azt ugye tudod, hogy ősszel kell csináljunk egy lemezt. és ez így volt. Pont akkor, amikor el akartam mondani ezt a Marton Lacinak, aki akkor volt a végigazgatója, mondta, hogy Gabikám, lassan ideje, és akkor valamiről kiderült, hogy csinálni kell. Szóval ez ilyet nem lehet, én ezt nem tudom összehozni, ez nekem nem sikerült. Úgyhogy most így évente 1-2 hónapra nyugdíjazom magam. Akkor pihensz? Megpróbálok, igen, akkor végre olvasok. És olyan nem volt, hogy úgy érezted, hogy kiégtél? Hát nem. Bevallhatod, nem szégyen. Én nem szégyelném. Ezt úgyse én mondom meg, hanem azok, akik hallgatnak, azt mondják, hogy hát ez már kiégett. Mit szóltál Brodyhoz, amikor ő azt találta mondani, hogy a ti generációtok lassan már kivonul az aktív zenei életből? Eszedbe jutott, hogy mit temető engem? Nem, mert nem is tudtam, hogy mondta, de egyébként szerintem nagyjából igaz. Nekem az a furcsa, hogy emberek azt gondolják, hogy a mi generációnk többet ér, mint a többi. Azért, mert mi pont ott voltunk. Ráadásul én nem voltam ott pont a legelején, amikor a Brodyék ott voltak. Sőt, én rajongó voltam, tehát én kint álltam a Bosban, amikor az Illés. Alig vártam, hogy elkezdjék az utolsó menetet, amikor és magyar dalokat kezdjenek el énekelni. Végem volt. Nekem végem volt. Én náluk 3-5 évvel fiatalabb vagyok, és ez annyiból jelent nekem egy különbséget, hogy én még tényleg rajongtam értük. És ettől függetlenül nem gondolom, hogy ez a generáció. Engem nagyon fölbosszantott, bár annyira nem vettem a fáradtságot, hogy elolvassam, hogy miért gondolja magáról. Nem tudom pontosan, hogy a mi generációnk, vagy valamelyik utánunk következő, hogy a nagy generáció. Mitől? Mihez képest, igen. Igen, én azt nem értem, de hát végül is... Valószínűleg úgy van, hogy mondtad azzal, hogy minden generáció azt hiszi, hogy ő a nagy, az a generáció a nagy, aztán utána jön egy következő, az megint azt gondolja, így aztán nincs jelentőség, hogy melyik az igazi vagy a nagy generáció. Adtuk. Az LGT már nincs, de mégis van, hiszen 2013-ban is fellépett, lemezeket azonban már nem ad ki. Miért tartod mesterségesen életben? Ha egyszer úgy van, hogy nincs, hogy igazából nincs, időnként egy-egy koncert ereje még összeáll. Hát ez úgy van, hogy amikor kapjuk a felkéréseket, akkor persze úgy elkezd valami úgy felbugyogni, és akkor pláne, hogyha egy olyan felkérés jön, ahol azt látjuk, hogy ez egy megalapozott valami, vagy olyan ember kér föl minket, aki azért tudja ezt a szakmát, meg hogy van-e kedvünk játszani. Azért ez nem a te kedveden múlik? Ez a többiek kedvén, és ugyanúgy múlik? Ez négyünkén múlik. Ez négyünkén múlik. Mert azt nem akarom elhinni, hogy ilyen ritkán kaptok felkéréseket. Mármint, hogy LGT. Hát ez egy annyira bonyolult dolog, szóval megpróbálhatom elmondani. Tehát amikor egy zenekar nem játszik folyamatosan, akkor egy zenekarnak el kell kezdenie összeráznia magát. Na de ez az, hogy miért nem játszik hónap folyamatosan, hogyha létezik? Azért, mert azt már nem hiszem, hogy szeretnénk. Nem lehet, hogy csak te nem szeretnéd? Én azt hiszem, hogy nem lehet. Mert a többiek miből élnek? Hát játszanak,
van, aki sokat, van, aki kevesebbet, tanítanak, lemezeket csinálnak, mindenki egy kicsikét másból. Ugorjunk akkor az utolsó részhez. Valakinek meséltem, hogy jössz hozzám ebbe a műsorba, és ő azt mondta, hogy ha politikáról kérdezlek, akkor úgyis azt fogod mondani, hogy te nem olvasol újságot, de azt is hozzátette az ismerős, hogy ezt el ne hidd neki, mert Presser igenis szereti tudni, hogy hol él, tudja is, hogy hol él, csak akkor azt nem értem, hogyha ez így van, miért titkolod ezt az egészet, hogy egyébként szeretsz tájékozott lenni? Nem tudom, hogy ki mondta ezt, nem és igaz? Miért mondja ezt a nevemben, hogy én... Ja, hát akkor tényleg most távol. Nem olvasok újságot. Én célzottan nézek tévét, és nem olvasok újságot. De miért? Nem szerettem. Mert? Mert nagyon rég elkedvetlenedtem az újságolvasástól, és mondok valamit, ami biztos, hogy lesz, aki megharagszik érte, de annyi idő alatt, ameddig újságokat olvasok, az alatt olvashatok irodalmat is. Igen, de hát azt tudni, hogy hol él az ember, és nem is akarom elhinni, hogy te nem figyelj, tudod, hogy hol élsz. Figyelj, de én bemegyek a Gőzbe, már mindent tudok, bemegyek a színház társalgójába, már mindent tudok. Minek ehhez az újság? Oké, hogy nem szeretsz politizálni, mert ezzel ugye azt mondod, hogy nem szeretsz politizálni. Na. De egy ponton túl ez, azt hiszem, különösképpen egy előadó művész esetében nem kívánság kérdése, gondolom én. Én nem vagyok egy ilyen begubózott pali. Az, hogy én nem veszek részt, hogy mondjam, ilyen politikai eseményeken, meg hogy nem lépek föl ilyen politikai rendezvényeken. Én nem ezeket kérdezem, ezeket értem. De te például nem szeretem azt a közeget, azt nem bírom. Nem olvastam sehol, hogy érzed magad ma Magyarországon, mit szólsz a pillanatnyi viszonyokhoz, ezt sehol nem lehet olvasni, pedig rengeteg mindent visszaolvastam. Hát lehet, nem, biztos nem kérdezték. És ha most megkérdezem? Hogy érzem magam? Uh-huh. Ebben a pillanatban viszonylag jól, itt így üldögélve veled. Jó, de nem erről szól a kérdés. Persze, értelek. Hát elég vegyesen érzem magam, elég furcsán érzem magam. Azt gondolom, hogy egy csomó dolog az nem jó felé megy. Ugyanakkor nem tudom a jó megoldást, mert pont azért, mert kevéssé vagyok tájékozott. Én nagyon-nagyon csalódott vagyok általában az összes. Abban, hogy mondjuk a kulturális életben politikai megoldások vannak, azt én magában rossznak tartom, mert én abban nőttem föl. És hogyha azt elfogadjuk, hogy az nem volt jó, akkor az nem jó. És van egy csomó dolog, ami ezt pedig nyilvánvalóan pont azért nem értek, meg azért nem illik hozzászólnom, hogyha én tényleg nem olvasom el a híreket, és én tényleg nem nézek, vagy nem nézek híradókat, meg ehhez hasonló dolgokat. Már csak azért sem, mert tudom, hogy már abban a pillanatban sem biztos, hogy érvényes, amikor nézem, hát még másnap. Akkor nekem nem biztos, hogy jogom van mindenben észt osztani. Záró kérdés. Idáig tartó életed teljes volt? Semmi és senki nem hiányzott belőle? Hát azt hiszem, igen. Nem azt gondolom, hogy elégedett vagyok magammal, de nem vágytam. Pedig lehetnél. De nem vágytam soha semmi különös. Nem vágytam még erre se. Én tényleg csak úgy el vagyok. Ezért nehéz ezt elmagyarázni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És miközben megköszönöm tényleg ezt a beszélgetést, meg elköszönünk a nézőktől is azzal, hogy jövünk legközelebb is. Zárásképpen egy Presser produkciót fogunk hallani, amely igazi premier lesz itt a stúdióban egy beszélgetős műsor végén. És nagyon köszönöm ezt a minden apropó nélküli találkozást. Én is. Egész lelátod, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forrás,
és egy saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkiben nincs és nem is lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Senkinek se kell a meló, s csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mi még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell.